Én azért korábban kezdeném, mint a mostani szakosztály vezető. A Delfin nem 65-ben kezdődött, a gyökerei korábban nyúlnak. Na mégis hogy nyúltak? Hát valamikor én az MHS, mert régen úgy hívták, annak a központi szakosztálynak voltam a tagja, és mondjuk itt ott a tavaknál voltunk, és többek között ugye voltunk egy tó mellett, ahol mi a profi, a MHS központi szakosztályban, a MHS központi szakosztályban voltunk, profi készülékekkel, amelyek ugye az állambácsi elszocializált a Tihanyi Biológiai Intézettől, tehát az eredeti francia cuccokkal, majd azt láttuk, hogy egy tó túlsó oldalán néhány fiatal ember ilyen furcsa dolgokat csinál. És mindezt fél órán, három-egy órán keresztül, azt jobban néztük, aztán fölvettek mindenféle szart magukra, és megintek. Egy idő után átmentünk, mert láttuk, hogy ez jóval fiatalabbak nálunk, mert mi akkor 20 évesek voltunk csak, de még gyerekek. Azt láttuk, hogy fiatal fiúk ilyen vékony pumpába tömködnek valamilyen csövekbe vele levegőt, és többek között a Margot Laci barátom is, és utána víz alá mentek, és mindegy 15-20 percet megjöttek a földre. Milyen tó volt ez? Hol volt ez? Pilisvörösvár. Mondjuk. Aztán elmentünk katonának, én is leveltem a 24 hónap helyett 27-et, majd újra visszakerültem abba a klubba, ami már nem az volt, mint amit voltunk, és elvágottunk. Aztán úgy döntöttünk ketten-hárman, hogy ez nekünk elég. Aztán elmentünk, és akkor megint egyszer csak találkoztunk ugyanannál tornán, ugyanazok a fiatal emberek, megint pumpálgattak, és újra oda mentünk, és megkérdeztük, hogy mit csináltak. Na most úgy tudom, hogy ez a szintesféle anyag nála is a mértakatban van, Lacinak is, úgyhogy örülnék, ha megnézték a tudat, hogy milyen rabszolga munkával dolgoztunk, mert azt, hogy kiemelt MHS szakosztálynak volt valami eredeti francia bugár cuccal, rendben van, és a többi. Akkor elég sok klub alakult, többek között a 15. kerületi MHS, ahol egy fiatal 14, 15, 16 éves, mondjuk az 1-2 volt 20 körül, és mondjuk minden Borgó Béla, alkultak egy egyesületet, ahol mi birtokomban van egy olyan, hogy egy fiatal embernek a szülei kiállítottak egy papírt, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy búvár legyen. Akkor ez az ember, ez a Maruti László volt ott a főnök. Többek között a Borgó Béla, és még sokan mások, akik normál, sokan meghaltak már természetes halállal, meg sokan abba is hagyták. Aztán jött egy második csapat, illetve a harmadik csapat, akikkel imitamott a tavakon találkoztunk. Tulajdonképpen nem voltunk mi barátok, csak mindig találkoztunk Hortatán, hol itt, hol ott, hol amott, aztán egy idő után, valamikor 65 február márciusban volt egy írásnyúló ember között, vagy hogy a fenébe tudják, nem tudom. És az írt a turista magazinban, hogy búvára keresnek házigazdát. Mi volt az igazi cím a Lacikán? Gazdát keresztül. Aztán a következő számban jelentkezett a 9. kerület, hogy ők elfogadnak minket. Aztán elmentünk. Az a három egymástól független csapat, és akkor kéne valamit kezdeni. Hát akkor ugye, ha úgy őszintén magamban akarok nézni, akkor abból a három csapatból az egésznek a vezetője a Laci volt, és a inkább fajsúlyosabb egyéniség volt, mint én, de ő akkor egy valamelyik gyárnak, egy MHS csapatának, Google csapatának volt a főnök, és azt mondta, hogy ez nem jó vérszűne, ha ő lenne, hogy itt is borul, hát akkor legyek én, de megadták a lényeget, a közkutat, és hívettem meg akkor a 9. kerületi akárminek a vezetője. Tehát nem azért, mert én voltam a legalkalmasabb, hanem én voltam az a szabad lábon való fia, aki rá lehetett beszélni erre. Akkor három csapat letette egymás mellett a boxsát, és elkezdtük akkor a munkát. Hát körülbelül a felszerelésünk az volt, mint amit tapasztaltuk ott. Aztán ugye beépített ügynökeik, amit most elmondok, túl van azon az 50 éven, ami büntethető, tehát fogalmazok magyarul, hogy a
bármelyiketek próbálunk Mószerolni, három bácsinál, teknél, meg egyébnél hatástalan, mert már kétszer is szabadulhattam volna, ha öngyilkos, ugye megérdemlem a feleségemet. Ugye 21 évet kapok, 20 év után jó magam is előre tapasztalat, hát elmondhatom. Ezek a beépített ügynökeik egyre szaporodtak, majd a Gyimesi Feri mellé a latinbe került, a Katonga Imre, aztán még beépítettek is voltak, palackok nem voltak. Aztán ott volt a fotolabor, mi dolgoztunk, aztán jött a főmérnök, hogy Ferikém, ki kéne pakolni három tehergalom, mit tudom én, kokszot. Kilapátoltuk, és az a főmérnök megkérdezte, hogy milyen palackkal megültök? Hát semmiben nem volt. Ezt mondtuk, hogy neki hát olyan 10 literes, hogy nagyjából 10 kiló körül. Majd egyszer kaptunk egy telefont, hogy Ferike, azonnal vigyétek el a palackokat, mert tovább nem tároljuk, csak hogyha bérleti díjat fizettek. Elmentünk, Gimó, én, meg a Lakati Parcsi, és átvettük azt a három palackot, ami rá volt írva Gimesi, Rojt, meg Lakati. Kiderült a főmérnök ellenszolgáltatására, melóért átütötték. Mondtuk, hát ebből már valamit lehet kezdeni. Kezdtük a melókat, utána rögtön volt jégolajmerülés, erőkertes, és így tovább, és így tovább. Majd a beépített ügynökeink egyre szaporodtak. Oda került az oxigéngyár, a Maróti Laci, a Katonga Imre, a belső beépített ügynökök, és ők azt a sok tízezer palackból kiválogatták, mik azok, amelyik 10 literes és nagyjából 10 kilósak. Megszerveződött, ugye Bartnyit ilyen tokokat, amivel el lehetett rejteni a palackokat, majd egy este elmentünk, amit megbeszéltünk, fügy kívülről, fügy belülről, aztán utána egy palack kirepült, másik palack kirepült, 10 palack kirepült, sorokba bement, lefestettük sárgára, rátettük az emblémánkat, ugye akkor még az a kutatócsoportos volt, majd szerdán elvittük a villamossal, mert autó még senkinek nem volt, és fölkötötte a beépített ügynökünk egyike 125 bárra. A 10 liter palackokra az volt a végnyomás, és utána elkezdtünk dolgozni. Majd volt egy olyan túra, mondjuk Szigetszerűt Rósat, ha mondom, amikor az egyik klubtagunk, akit holnap fogunk telepni, már elpajószik, sajnos hát, hogy a születésnapja előtt két héttel meghalt, megjelent a Fiat toborlinjójával, úgyhogy Boni Béla derékig kilátszott a nyitlató tetőben, az összes palac volt az alatta. Tehát ez volt a mobilitás. Ez volt ugye 65-66. Aztán szabályoztuk saját magunknak, miután tudtuk, hogy az országban MHS klubok működnek, mi meg polgári klubok vagyunk. Nem elsőnek alakultunk a 9. kerületben, hanem másodiknak, mert előttünk két évvel az 5. kerületi VTSK-ban megalakultak azok a kollégáim, akik valamikor a központi MHS klubból úgy érezték, hogy jobb, ha nem ott lesznek, mert ott akadályoznak annak a működésben, a Marek Pistájék vezetésével. Aztán a mi megalakulásunk után két hónappal megalakult az Amforának a buvárklubja, a 11 kerületbe, ami később a 2. kerületbe kerültek. És aztán egyre jobban szervezettebbek lettünk, és elkezdtük a hévízi buvárkerüléseinket. Ha belegondoltak, ugye egy ilyen kis csapat mindent akar csinálni. Ugye saját magunkat szabályozni kell, hála Istennek a Maruti Laci írástudó volt, és jött el. Használható dolgokat, és elmentünk Hévízre, de nem egyedül, hanem a másik polgári szakosztálya közösen az Amforával szerveztük ezeket a november 7-e körüli 1-2-3 nap, meg az április 4-e, ugye akkor is szocialista ünnepekkel idő 2-3 napokat, és ott megültünk. Abban a tudással, abban a technikával, ami akkor nekünk a rendelkezésünk rá. Mai észre végig gondolva kistan kísérletés volt, amit csináltunk. De azok a belső leszabályok,